Családi nyílt napot tartottak a Csiribiri napköziben. A szülők megismerkedhettek az ott dolgozókkal, a gyerekekkel és a nevelési módszerrel is. Az Euro-Hungarikum közhasznú alapítvány napköziében Montessori pedagógiával dolgoznak, ami annyit jelent, hogy szabadságra, önállóságra tanítják a gyerekeket egy olyan eszközrendszer segítségével, amivel szívesen és könnyen tanulhatnak. A napközi Montessori jellegű foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek, ezzel fejlesztjük őket, és ezen kívül környezetvédelmi programjaink vannak, nagyon sokat vagyunk kint a kertbe, amint jó idő van, megpróbáljuk őket itt kint foglalkoztatni és kint játszani velük. Nagyon tetszik a szülőknek is, meg a gyerekek is szívesen jönnek. Van pár gyerekünk, aki már elment óvodába, illetve beiratkozott a bölcsödébe, mert azért elég kint vagyunk a város központtól, és nekik közelebb van, de nagyon pozitívak a visszajelzések, még a bölcsödéből is, tehát szeretik. A munkába visszatérő szülők 3 évesnél fiatalabb gyerekeit várják a napközibe, amelynek szolgáltatásait novemberig ingyenesen vehetik igénybe.